Az újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése a tervek szerint hamarosan elkezdődik. A tavalyi év elején vált biztossá a környezet és energia operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat sikere, a két fordulóban összesen közel 530 millió forintot nyertek. Jelenleg a munkálatokat végző cég kiválasztása történik, tudtuk meg Kis Zsigmond alpolgármestertől, az Újtelep önkormányzati képviselőjétől. A pályázaton nyertünk, a pénzügyi oldala rendben van, tehát rendelkezésre áll. Itt most jelenleg a kivitelező kiválasztása történik. Az, amit sajnos a lakosság vagy itt a közvetlen környezetben sokan nem tudnak, ez úgy történik, hogy egy közbeszerzési eljáráson kell kiválasztani a kivitelező személyt. Ennek nagyon szigorú szabályozása van. Ennek az eljárásnak megvannak a paraméterei, milyen módon, hogyan lehet ezt megpályázni. Ez megtörtént tavaly decemberben, első körben, de sajnos, mivel tudjuk azt, hogy a piacon most milyen versenyhelyzet alakult ki a munkák miatt, tehát nem nagyon lehet munkához jutni, ezért a kivitelezők a pályázatok benyújtása után akár egymást is megtámadják, hogyha nem ők nyerik meg a munkát. Ez a probléma sajnos fennáll. Nálunk egy olyan eset történt, hogy nem is azok kifogásolták meg a pályázat nyertesét, akik a pályázatban részt vettek, hanem egy teljesen kívülálló cég fogta meg itt az egész ügyet. De bízunk, hogy ez rövidesen meg fog változni, és akkor elindulhat a beruházásunk. A közbeszerzés kiírása után a vállalkozóknak egy hónapjuk lesz arra, hogy pályázzanak a munka elvégzésére. Ezután következik majd a kiértékelés, mely során figyelembe veszik azt is, hogy püspökladányi munkaerőt is alkalmazzanak. A nyertes kihirdetése után pedig, ha semmilyen probléma nem merül fel, akkor akár 2-3 hónapon belül elkezdődhet a munka. Mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy ezen beruházásnál is minél több ladányi vállalkozás kaphasson munkát, ez egy kiemelt szempont nálunk, és nyilván valami módon érvényesíteni fogjuk majd a pályázat bírálatakor ezt a szempontot is. A pályázatnak van egy lényeges pontja, ami viszont a közmunkaprogramra is hat, tehát mindenképpen vállalnia kell a kivitelezőnek azt, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztat létszámokat. Ez, hogy ez mennyi ez a létszám, majd amelyik legtöbbet ajánlja, tehát ez is egy pontozási szempont lesz majd a kiválasztásnál. Kis Zsigmondtól megtudtuk, hogy ezúttal olyan körültekintően állítják össze a papírokat, hogy semmilyen oldalról ne lehessen támadni majd a közbeszerzés kimenetelét. A lakosokban a munkálatok csúszása miatt kételyek merültek fel a beruházás megvalósulásával kapcsolatban. Véleményem szerint elég sok a pozitív megnyilvánulás ezzel kapcsolatban. Hát nagyon sokan félnek tőle. Most véleményem szerint legtöbben a kivitelezés elkezdésének csúszását vetik fel a legnagyobb problémának. Erről az önkormányzat nem tehet, tehát egy közbeszerzési eljárás zajlik, ennek futamideje van, ebbe nem tudnak érdembe ők tenni semmit. Az újtelepi lakosság nagy része évek óta azzal a problémával küzd, hogy magas a talajvíz. A beruházástól pedig azt várják, hogy legalább a háztartásokban keletkező szennyezett vízzel kevesebb szivárog a földbe, és ezzel is csökken a talajterhelés. Amilyen kit van. És lent van most is nagyon a víz. De hát itt majd nem is itt jön, hanem itt jön a kettő össze, a fürdő és a főzőfülke. Ott a hordótól egy kicsit átrett, és akkor itt fog kijönni, és itt megy, mert ugye betonok alatt nem tudunk fúrni, de már nem bánnám, megmondom őszintén. Azért csak másabb lenne, tisztább. Hát az is, hogy szennyezi az egész területet alól is, az az igazság. Úgyhogy ez mindenkinek így van, de sajnos nem tudunk most per pillanat semmit csinálni. Úgyhogy én nagyon várom, megmondom őszintén. Nagyon régóta várjuk, mióta felvetődött ez a dolog, hogy itt lehetséges, hogy szennyvizet kiépítsenek, ugyanis ez a terület ugye egy nagyon vizes hely, tehát itt magasabb talajvíz esetén már nem tudjuk használni a fürdőszobáinkat se. A pince tele van vízzel, a vízauraknő tele van vízzel, és ezért mink nagyon várjuk, hogy ezt a felesleges vizet, hogyha kész lesz, hogy legalább lesz, ami elvezesse. Azon kívül ennek más haszna is lenne, mert ugye ez az különböző szennyvizek a talajt fertőtlenítik, vagyis elszennyezik, tehát ilyen okból is nagyon jó lenne, hogyha a környezetünk, ugye a talaj minden egy kicsit tisztább lenne, és ezt a fertőzött
szennyvizeket el tudnák innen vezetni. Nem csak én várom, hanem nagyon sokan várjuk, és ők is szeretnék, mert ugye ez nem egyéni probléma, amit itt elmesélgettem, sajnos itt több házba is ez előfordul, és mindenki várná. Sőt, már van, akik sürgetnék is, hogy miért nem. De ugye nem mindenki tudja, ugye én szoktam Kis Zsigmond képviselő úrral beszélgetni, tehát én közelebbről tudom, hogy ennek most milyen okai vannak ennek a csúszásnak. Tehát reméljük, hogy 2-3 hónapon belül hozzá tudnak fogni. Mi még nem, mert nem régen lakunk itt, még mi nem szippantattunk, mert hatalmas nagy akna van, de nagyon sokan ugye nem győzik szippantatni, és azért a szippantás sem olcsó dolog. Én a szomszédokról tudom. Sőt, a másik meg azért lesz nagyon jó, megmondom őszintén, mert nagyon sok embernek nincsen se szippantó, vagy se aknája, hanem egyszerűen megy ki minden a földre. És az egy olyan terület szennyezés, hogy az, ahhoz fogalom nincs. A szennyvízhálózatra való rácsatlakozás, ez mindenféleképp szerintem egy pozitív érdemnek kell, hogy legyen. Többletköltséget fog jelenteni, ez való igaz, tehát a vízfogyasztásból következően emelkedni fog a díjtétel, a szennyvíz használattal, de egy az, hogy ez egy uniós előírás, tehát minden településnek végre kell hajtani a szennyvíz hálózat kiépítését, és a lakosságnak erre rá kell csatlakozni. Az Újtelep városrészén élők érdekeinek képviseletére jött létre a vízi közmű társulat, ahova a beruházáshoz kapcsolódó önrészt fizethetik be a lakosok. Az önkormányzat határozata alapján havonta készítenek beszámolókat a képviselő testület elé, ahol feljegyzik, hogy kinek van még hátraléka. A lakosság több fizetési mód közül is választhatott. Többfajta fizetési mód van, tehát a jogszabály egyértelműen előírja, tehát a negyedéves fizetési kötelezettséget. Ettől el lehet térni, amennyiben bárki bejön a irodánkba, a Kossuth utca 26 szám alá. Itt kérheti, hogy egy összegbe kifizetheti, vagy pedig nem negyedéves szinten, hanem havi bontásra is kérheti, de ezt mindenféleképpen írásba kell kérni. Erre engedélyt adunk, tehát ennek semmifajta akadálya nincs. Itt az a lényeg, hogy a 2 év alatt a 80 ezer forintos kivetési összeget be kell fizetni. Folyamatosan érkeznek a befizetések a társulathoz, ám azok a lakosok, akik nem fizetik ki a rájuk eső hozzájárulást a rendelkezésre álló 2 év során, akkor késedelmi kamatot is kell majd fizetniük. A tervek szerint tehát hamarosan elkezdődnek a munkálatok, és néhány hónapon belül az újtelepi lakosok is megtapasztalják majd a korszerű szennyvízhálózat előnyeit. A munkálatok után pedig lehetőség lesz arra, hogy szilárd burkolattal lássák el az utcákat.